Hello nézők, üdv 2022 első videójában, ahol is rendhagyó módon nem egy játékról, hanem egy konkrét játék sorozatról fogok mesélni. Külön-külön egyik játék sem érne meg egy teljes értékű epizódot, de azért mégsem minigame szalanyokról van szó. Ezúttal a Marine Sharpshooter sorozat kerül bemutatásra. A harmadik rész nyilván mindenki ismeri a rossz játékok sorozat által, de haladjunk sorjában, jön az első rész. CTU Marine Sharpshooter, azaz Counter Terrorist Unit Sharpshooter. Akárcsak az összes Marine Sharpshooter játékot, ezt is a budget játékairól híres Groove Games adta ki, és a budget játékairól hírhet kanadai Jarhead Games fejlesztette. Tőlük ugyebár ismerős meg a DMZ North Korea vagy a Western Outlaw. Az első Marine Sharpshooter rész 2003-ban jelent meg, és ha minden igaz, akkor Jarheadék második játéka volt. A főmenü valahol a stílusos és a gyomorforgató határán mozog, nem tudom eldönteni, az élességfiltert kicsit túlzásra vitték, úgy látom. A töltőképernyő tanúsága szerint egy Kumar nevű hadúr fegyverszállítmánya lesz a küldetésünk tárgya. Na de már pörög is az intro, amiből elég keveset lehet látni, mert éjszaka van a játékban, mintha valami filmet látnánk, a készítők listája, Call of Duty Modern Warfare előtt évekkel vagyunk. Rögtön szembe ötött a HUD ocsmánsága, kék és piros nem nagyon passzol egymáshoz, a narancsága körvonal pedig végképp mindentől eltér. Ebben a nagy sötétségben elkél az éjjellátó is, külön tetszett, hogy a szkópot használva tisztábban látunk, mint anélkül. A zoomolás és a célzás amúgy meglepően jól működik, és a bukfencező katonákból már minden boomer rájöhetett, hogy ez a játék bizony a Litek motort használja. Kiváló animációkat készítettek, mármint a No One Lives Forever fejlesztői 3 évvel korábban. Kollégánk is lövöldözik egyébként több-kevesebb sikerrel, mi adjuk neki a parancsokat, hogy kövessene vagy tüzeljene. Pisztolyunk is van hangtompítóval is, ha úgy szeretnénk, persze teljesen mindegy, mert lopakodni nem nagyon fogunk. A játékban a legnagyobb ellenfélünk egyébként az igen komótos fegyverváltás és újratöltés lesz, ezt megtartották ugye a Western Outlaw-ban is. Itt van közelebbről csapattársunk Harry Spotter, egyébként meglepően részletesen ki van dolgozva, látni időnként, hogy előveszi a távcsövét, amikor a központtal beszél, akkor látni, hogy használja a rádióját. Mondjuk az fura, hogy a parancsnok hangját csak ő hallja, nem tudom, hogy ez a valóságban is így van-e. Meg ilyen kis apróságok, hogy forognak a teherautók kerekei, sofőr persze nincs bennük, az minek is. De ahogy reméltem, elég sokszor van az, hogy társunkat lelövik, ilyenkor szolidaritásban mi is ezért szívrohamot kapunk. Aztán a gyorsmentés betöltve már látjuk a problémát, Harry Spotter korábban nem követett minket, ezért lőtték le, de most már tipek felénk. A Nolfhoz méltóan itt is van lokáción alapuló sebződés és animációk, tehát az ellenfeleket lábon lőve néha igen mókás animációkat láthatunk. Jaj! Hát ez maga a T-boy! Az ellenfelek néha hasra vágják magukat, vagy néha... Az ellenfelektől, vagy legalábbis az ellenséges sniperektől lehet lőszert felvenni, de egyébként is bőven lesz ammo mindig, ez nem lesz minden részben így később, majd látjátok. Kettőt egyszerre, láttátok? Kettőt egyszerre! Aztán itt nagy nézelődésekben voltam, és valamiért meghaltam. Majd betöltés után megtaláltam a Kemper kollégát, itt nagyon elmerülten AWP-zik, távolban pedig Harry Spottert látni, hogy éppen lövöldözik, konkrétan felénk. Nézzétek, ez is milyen kemény, hát a fejére felmászok, abszolút nem zavarja. Sőt, amikor konkrétan az arcába belemászok, arra sem reagál semmit. Na mindegy, legalább látjátok a kést is, soha máskor nem kell használni. A helikopteren üvöltöző katonától megkapjuk a következő küldetésünket, ahol is városi harcról lesz szó. Legnagyobb kihívás pedig megtalálni a 20 ugyanúgy kinéző ajtó közül, hogy melyiket is tudjuk kinyitni. Itt a belső tereken üt át először, hogy mennyire fájdalmas az alacsony FOV érték, kicsit klaustrofóbikus az élmény. A pisztolyunkon kívül persze nincs semmilyen más beltéri harcra alkalmas fegyverünk, igazából az sem nagyon alkalmas erre. Aztán a kollégánk pedig... Na és itt bizony a helyi hadurat kell lelőjük, és bum, megvan, és akkor mi menekülhetünk még több beltéri ütközet közepette.
A pálya végén pedig jön értünk a helikopter, 3 percig kell kitartanunk az újratermő ellenfelek közepette. 4-5 különböző helyről teremnek be az arabok, de ahol épp te vagy ott persze nem, szóval ide, hogyha bekempelsz, akkor 3 percig a 10 másodpercenként újratermő fickót lelövöd, és nagyjából ennyi. Jön a második misszió, ahol már ruszki földön vagyunk, és kurva hideg lehet, hogyha főhősünk így remeg. Itt már egy baráti kaliberrel kell az orosz akciócsoportot fedeznünk. Itt a 2D-s fenyőfák között jöttem rá, hogy kollégánk nem is annyira haszontalan, hiszen az ellenfeleket iszonyat távolból minden akadály ellenére milliméter pontosra be tudja szúrni. Nekünk csak annyi a dolgunk, hogy nagyjából belüljük az ellenfél magasságát és wallhack módjára haladhatunk előre. És voltak éppen ez a pálya konkrétan csak és kizárólag ebből áll. Van pár checkpoint rendben, de nettó legalább 15 percen keresztül az lesz, hogy mész előre, a fákon át lelövöd Ivánt, és megint mész előre, és így tovább. A kövi pálya hasonló, de itt háztetőkön meg ismét beltéren kell lövöldöznünk, utóbbi esetben megint csak egy szál pisztollyal. Ha meg nem lősz le egy ellenfelet, akkor rohanhatsz vissza akár a pálya végéről csak emiatt. Aztán mivel oly rég volt és olyannyira jó volt, megint hegyoldalban rohanás, onnan orosz katonasz fedezése és végül egy kellemetlenül hosszadalmas egy helyben ülő sniperes rész jön, ami borzasztóan unalmas. Úgyhogy inkább beszélek a zenéről, ami helyenként egészen élvezhető. De néha, például pont ennél a résznél kifejezetten kaka. A pálya vége egyébként megkímél minket mindenféle magyarázattól, hogy mi is történt végeredményben, és hasonlóan inkoherens módon immár a dzsungelben vagyunk, és a játéktörténelem egyik legcsúnyább vizét is megtekinthetjük rögtön indulás után. Itt egy tengerparti bázist kell megtisztítanunk ellenfelektől, akik japán akcentussal beszélgetnek, de elvileg dél-amerikai latinok. When was the last time beach crews checked in? Half an hour ago, maybe more. They're overdue. They've probably fallen asleep at their posts. Better go check just in case. A pálya vége ismét sniperes lövöldözésbe torkolik, amíg meg nem érkezik a felmentősereg. Aztán megint konvojt kísérünk, ezúttal földön maradva, és nos, ez a dzsungel, ez jegyezzétek meg. Szóval ez a dzsungel, ez egy lineáris valami, ahol a fejlesztők meg sem próbálták leplezni, hogy kvázi egy csőben haladsz előre. Ez a vége felé meglehetősen kihívóvá válik, ugyanis a magasból mesterlövészek és RPG-s ellenfelek is lövöldöznek majd ránk. De apropó életerő, normál fokozaton játszva egy olyan 7-8 találattal már fekszünk is, de minden pálya elején kapunk pár medikitet, amit okosan kellene beosztani, mert felvető medikitekkel én nem találkoztam eddig. A pálya végén egy igen költséghatékony, hogy nem mondjam, hitvány kapu felrobbantást láthatunk. Hát nem hiszem el, hogy egy sima robbanást nem lehet meganimálni. Emlékeztek például a Gun Warrior-ban ez hogy nézett ki? A dzsungeles rész végén ismét sniperkedés, nem egyszer, nem kétszer, hanem 3-szor. Itt röpködnek az RPG-k, rohangálnak az Úgy látom, az ellenfelek végső elkeseredésükben felszívták az összes létező kokaint. There he goes. Put a slug in his skull. Got him. Végül lelőjük a kártel vezérét, és igen, hát ilyen ennyi a játék. Még láthatjuk a készítők pixel hibásan megjelenített neveit. És hát már megint nem tudtuk meg, hogy mi lett a küldetésünk vége, már mint hogy mit értünk el ezzel, milyen háborút akadályoztunk, meg az USA és ki között, szóval abszolút egyveleg az egész. Szóval, és maga a játék, 3 küldetés, 2-3 pályával, az egész nagyjából 3-4 óra alatt végigjátszható. Tipikus budget játék, de őszintén szólva annyira nem volt vészes,
Relatíve unalmas volt, de végeredményben teljesen játszható. Jóval rosszabbra számítottam egy Man in Sharpshooter sorozat első részhez képest. Bátrabbaknak mondanám, hogy ha kipróbáljátok, widescreen felbontással ne szenvedjetek, mert a HUD és ezáltal a célkereszt is el fog csúszni. Lehet játszani így is vele, de nem az igazi. Ezenfelül egy 60 FPS-es korlát kötelező, mind a lisztek és a GameX-ére, mert enélkül viszont tényleg játszhatatlan az egész. A Jarhead-es kollégáknak annyira tetszett ez a dzsungeles része, úgyhogy kitalálták, hogy egy egész játékot szentelnek ennek. Ez lett egy évvel később a Marine Sharpshooter 2 Jungle Warfare, és ez nekem megvan Steamen. A zenementes intróból megtudjuk, hogy Burundiban felkelők elrabolták az elnököt, mármint a sajátjukat, és polgárháború fenyegeti az országot. Na és állj, őszintén ki az, aki most kapásból megmondja, hogy Burundi melyik kontinensen van? Na hát ez az, és hát az amerikai hadvezetések mindenképpen bele kell avatkozni az ottani konfliktusba. Mindegy, itt láthatjuk a felkelők vezérét, Harune Karumét. Igen, ez a neve, Harune Karume, Harune Karume. Jaj, jól esik kimondani, Harune Karume. Stop it! Get some help. Amúgy a konfliktus alapja sajnos nagyon is valós, az afrikai Hutu és Tutsi csoportok között nagyon brutál mészárlások zajlottak le a 90-es években. A leghírhettebb talán az 1994-es ruandai mészárlás, nagyon hardcore, akit érdekel, olvasson utána. Szóval hasonló csoportok közötti harcba csöppenünk itt is bele. Aztán a USS Nimitz fedélzetén szerintem Chip Baxter rokon a briefinget tart nekünk, azaz a kemény négy katonának, és már megyünk is Burundiba. Fais sortir les prisonniers! Sortez, sortez, sortez! Ja igen, itt a négerek franciául beszélnek. Emmène-les dans les montagnes! Assure-toi que personne te suit! Oui, mon commandant! Oh là là, petit pâté, oui, mon commandant! Na és akkor indul maga a játék, ami először feltűnhet, hogy a grafika egy picit szebb lett, és ez nem is véletlen, ez már a Listec Jupiter motort használja. A HUD is jóval kisebb és végre konzisztensebb lett, bár a képernyő 95% a zöld színű. De igazából mutat is mindent a HUD, életerő, lőszer, társunk állapota, sőt még egy radart is kapunk, illetve ez a számláló másodpercre pontosan mutatja, hogy mennyi időt csesztem el életemből erre a játékra. A gameplay igazából nem sokat változott, amit most láthattok, az a Marine Sharpshooter 2 80%-át teszi ki, a maradék 20% pedig kihalt területeken való átrohanás jelent majd. Érdekes amúgy a scope is, mármint hogy körülötte látni mindent, annó ez a Counter-Strike-ban csalásnak számítottam. Lőszer és medikitek vannak elszorva a pályákon, csak kicsit kutatni kell utánuk. Az életerőtöltés ugyanúgy elraktározható medikitek formájában valósul meg, társunk saját magát gyógyítja, viszont itt nem mi adunk neki parancsokat, szóval kollégánk teljesen önálló és úgy általában eléggé spórol a lőszerrel. Sokszor hiába van körülötte ellenfél, miután lelőtt egyet, ő tüzet szüntet, és akkor ennyi volt. Ja, és itt neki is csak sniper puskája van, tehát a közelharc az abszolút bukó. Viszont a pozíciónkat minden esetben lekopizza legalább. A fegyverek animáció egyébként korrekt, bár az FOV miatt még mindig kifolyt a szemem néha. Az újratöltés viszont a lett még komótosabb, mint az első részben. Másodlagos fegyverünk itt is csak egy pisztoly, amire ismét lehet hangtombítót rakni. Elviekben működik a lopakodás a játékban, de türelmem nem volt hozzá. Van egy késünk is, amit újkori Wolfenstein módjára lehet kétféle módon használni, ami tök jó megint csak, hát ugye felesleges. Ezúttal normál fokozaton egyébként pár találattól megfekszünk, szóval valamiféle kihívás van a játékban, de ez legtöbbször azon múlik, hogy észreveszed-e a derékigérő fűben fekvő burundi négert, aki amúgy fél méterről lő rád. Amit pedig biztosra vettem, hogy a játék ilyen csapdákkal fog szopatni egy idő után, de szerencsére nagyon ritkán fordulnak ezek elő. Őszinte leszek veletek, nagyon nehéz dolog bemutatni a Marine Sharpshooter 2-t, mivel nagyon unalmas. A Jungle Warfare alcímet tök komolyan vették egyébként, minden zöld, minden dzsungel, minden ugyanúgy néz ki, és nem viccelek, mikor azt mondom, hogy egy pálya úgy néz ki, hogy mész előre, enemy spotted, lelövöd, mész tovább, enemy spotted, lelövöd, mész tovább, pálya vége, új pálya, mész előre, enemy spotted, lelövöd, bla 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 bla.
A számláló miatt konkrétan meg tudom nektek mondani, hogy a legelső küldetés, ami persze nem egy pályát jelent, több mint egy órán át tartott, tehát ez azt jelenti, hogy az említett folyamatot ismétel egy órán keresztül. Az egész olyan, mint a Modern Warfare-es lopakodós részek, csak negyed annyira sem élvezetesek, viszont tízszer annyi ideig tartanak. Meglepetésként ér majd ezután, hogy inkább egy sivatagos városi rész következik, ami azért nem kifejezetten Jungle Warfare, és ami egy relatíve alap Black Hawk Down feelinget adhatna, viszont továbbra sem adatik meg nekünk, hogy akár egy géppisztolyt felvessünk az ellenféltől, sniper puskával meg pisztolyjal közel harcolni pedig igencsak küszködős. Érdekes dolog még, hogy a városka határában egy német nyelvű figyelmeztetés van kitéve, nem tudom, így legtöbbször az aknamezőket szokták jelölni, de hát ez a városnak háttal van, szóval... Meg nem tudom, hogy hány burundi lakos ért németül, meg ennek a csávónak a vallatása, ez is kemény, figyeljétek! Arms above your heads! Abdi, move over to the wall. Cover me while I talk to Abdi. Tell us where the president is, Abdi. We don't want to hurt you. I know not. Don't make this painful, Abdi. Nothing you can do to help me. I have all the time in the world. No. I think you're out of time, my friend. This is your last chance, Abdi. You can still see another day. I will not help you. I'm not afraid of death. Fine, have it your way. Hát ez el lett intézve, koma, ha nem akarunk bántani tól a tarkólövésig eltelt vagy 10 másodperc. Az ellenséges intelligencia nyilvánvalóan zseniális, hogy az ellenfelek süketek vagy rohadt bátrak, azt nem tudom, de a városi pályán vannak civilek is, akik néha levitálnak, vagy éppen rezenésen arccal állnak, miközben töltények sűvítenek el mellettük, a legnagyobb trükközés pedig az előre bukfenz, ilyet sokszor egy fejlővés után is megejtenek amúgy. Na de alig 40 perc múlva ismét a dzsungelbe megyünk vissza, ahol van ez a rész. Itt NATO katonák repülnek be, és itt őket kell fedezni. Oké, itt minden csendes, ők is csak ejtőznek már. A kollega szól, hogy van egy ilyen úgymond rejtett bejárat egy barlanghoz, és hát az Istenért nem akart kinyílni. Körbe rohangáltam, megpróbáltam a katonákra ráijeszteni, hát ha megindul a beakadt script, de nem. Nos persze, 15 perc szarakodás után találtam még a pálya szélén három, azaz három felkelőt, akik beakadtak egymásba, meg egy bokorba. Örökké valóságnak tűnő percekkel később már éjszaka menekítjük az elnököt kifelé, és oké, nem mondtam teljesen igazat, a játékban nem csak lövöldözés és rohangálás van, hanem vannak bizony rajtaütések is. Ez azt jelenti, hogy random körét spawnol vagy 15 katona, és akkor él túl, közelharc ismét automata fegyverek nélkül. Áj, de jó ez! Aztán végül a pálya kétharmadát az elnök nélkül tettük meg, mivel ő nem tudta, hogy hogyan kell létrát mászni. Nagyon szeretne hazajutni, az biztos, na de végül sikerült így is megcsinálni a pályát, aminek a legvégén, spoiler veszély, lelövik az elnököt. Ajjajjajjajjaj, emberink meg leállnak a tűzharc közepén. Ez borzalmas, borzalmas. De persze megy tovább a játék, egy helikopterben kapunk eligazítást ismét, de itt tűnt fel, hogy nem túl alacsony ez a belmagasság, vagy hogy nem lehet felegyenesedve állni a helikopterben, csak így nem tudom, létezik ilyen? Mi a franc? A vége előtt megint kicsit kimozdulunk a dzsungelből, ahol kapunk egy jóféle barettet is, amit ezúttal csak fekvő helyzetben használhatunk, és egész jól néz ki. Illetve egy lézeres célzó egységet, amivel különböző támaszpontokat kell bejelölni légicsapás céljából. Aztán egy relatíve hangulatosabb barlangban járkálós pálya következik, ahol a főgonosz Kesslerre vadászunk, néhol egész hangulatos részek is vannak amúgy. De nagy csalódásként nem is kerülünk a Szőke bácsi közelébe, na majd talán az utolsó pályán, egy nagy bázist kell körbejárni, mindenkit leszedni, aztán megjelenik Kessler és Harune Karume, ez a felkelés vezetője, őt kell lelőni a végén, jó pár fejlővést kibír a fickó, és a végén ugye az elnök és a Harune Karume is halott, viszont ez a Kessler elmenekült, és kapjuk a briefinget, hogy Kessler vissza fog térni, meg gyémánt bányászat, meg kisnyúl, meg burundi földrajzi története, de most a hírszerzés el van havazva, pihenjünk, hamarosan újra hívnak minket, és geci, ennyi. Nem hittem volna, hogy az első rész outro-mentes végénél lesz hervasztó befejezés, de így sikerült. Ez a befejezés felfoghatatlan, főleg úgy, hogy a játék baromira el van nyújtva. Valahol úgy belemerültek a fejlesztők az unalmas és hosszú pályák készítésébe, hogy a legvégén kaptak csak észbe, hogy hoppá, elnyújtottuk a játékot, de a főgonosz még mindig él. Ajajaj, na mindegy, akkor csinálunk még egy cliffhangert, és majd jól elfelejti mindenki.
totál felesleges volt ez a Kessleres történetszál, vagy ha már belerakták, miért nem lett volna őt a parlangban kivégezni, vagy egyáltalán megtalálni, szóval mindegy, megint túl mélyen belemegyek a dolgokba, és viccen kívül amúgy ez a credits lista, egy borzalmasan ocsmány háttérkép előtt pörögnek a nevek mindenféle hang vagy zene nélkül. Ami külön ciki, mert a játékzenéje, komolyan mondom, tök hangulatos. Holding fire. I'm taking fire! Holding fire. I'm taking fire! Au secours! Enemy spotted. Jó, emberek, mit lehet elmondani a Marine Sharpshooter 2-ről? Két szóban összefoglalva, zöld unalom. Az előző részhez képest van egy többé-kevésbé koherens narratíva, és a játékidő is bőven az előző rész duplája, viszont ez egyszerűen nincs érdekes dolgokkal kitöltve. Az első pályát, ha végigcsinálod, akkor látod kb. A játék 90%-át, ugyanis a következő 10 pályán keresztül ugyanezt fog ismétlődni. Az utolsó 3 pálya próbál egy kicsit variálni a helyszínekkel és az objektívákkal, de végeredményben az egész ugyanaz a lassú folyamú küszködés. Grafikailag kicsit konzisztensebb, mint az előző rész, és a játékmenet összességében egy picit élvezhetőbb, de nagyon-nagyon-nagyon unalmas az egész játék. Az ilyen játékok futtatásával persze nincs semmi probléma, a Steam verzió minden további nélkül működik, még FPS korlátot sem kellett alkalmazni. Widescreen felbontást lehet állítani a config file megbütykölésével, de az előző részhez hasonlóan el fog csúszni a célkeres, szóval nem ajánlom senkinek. A végén nem lesz a játékban nap, meg scope, meg nincs crack se a játékhoz, na mindegy. Na és akkor jön az, amit már mindenki ismer, vagy ismerni vél, Marine Sharpshooter 3. 2007-ben jelent meg, tehát ezen kb. Már 3 évet dolgoztak, vagy legalábbis ennyi telt el az előző rész óta, maradjunk ennyiben, és ebben már a City Interactive is közre működött, jaj. A sorozat történetében első ízben választhatunk magunknak felszerelést a küldetések előtt, és jaj bizony, itt már Harry Potter is nagyobb szerephez jut, itt már őt is felszerelhetjük cuccokkal. Ez ugyebár az egy évvel korábbi szintén Jarhead-es fejlesztésű DMZ North Koreában is így volt, és csak úgy, mint ott, itt sem kapunk semmiféle paramétert a fegyverekhez, egyről az előző két rész tapasztalataiból gazdálkodhatunk. Előre megsugom, hogy a Spotternek kb. Egy tök mindegy, milyen géppuskát adsz, akár csak a pisztoly esetében, totál mindegy. Jön a már ismerős intro, ahol feltűnt egyébként, hogy a játékból kifelejtették az élsimítást, és az első rész hagyományait követve megint csak nukleáris bombák után fogunk kutatni. This is a very active trail, so direct action is not recommended unless absolutely necessary. Na, akkor indul a pálya, a kollega megvan, szerencsére nálam őt nem szállta meg a sátán, na és már itt látni, hogy a motort lecserélték Jarheadék, a fasza Lithic Jupiter után az Ariel 2 motor pörög a játék alatt, amit imádok a régi Ariel motorban, az a borzalmasan darabos célzás, ami egy precizitáson alapuló sniperes játékban külön kellemes élmény. Az is mókás, hogy minden egyes legugolásnál megugrik a karakterünk, a futás animáció pedig, hát... A fegyverek többségére lehet hangtompítót szerelni, még a géppuskákra is, amit nagyon gangsta animációval rak fel Harry. Igazából a hangtompító egy valamire jó, megkíméri a játékos a borzalmas lövés hangoktól. A ragdoll fizika nálam annyira nem produkálta magát, nekem spagetti emberek helyett legtöbbször ilyen földbe fejestugrós vagy fekvőtámaszpózos módon pusztultak el az ellenfelek, vagy egyébként egy térképünk is, ahol lehet forogni, mozogni, zoomolni. A szándék nem rossz, ilyen is voltam ugye a DMC North Koreában, bár látványra itt elég okádék sajnos. Mivel az ellenfelektől semmit nem tudunk felvenni, a lőszer utánpótlás egyetlen módja az, hogy lekérünk ilyen droppokat, ezeket 3 percenként tudjuk megejteni, értitek, viszont mindig van 2-3 adott helye, hova esnek, és ezek sokszor elég távol vannak a jelen pozíciónktól, és ha egy valamit nagyon meguntam az eddigi két játék során, akkor az a szájba kent rohangálás.
de lehetne mondani, hogy az ilyen utánpótlás dobozokat nem lehet akárhova dobni, az akciózóna külső részére érdemes, stb. Nagy francokat sokszor az ellenséges bázis kellős közepére landolnak ezek, szóval erről ennyit. Társunknak itt már elvileg teljes mértékben mi parancsolunk, ehhez kapunk is egy vadonatúj parancsmenüt, ez nagyon szép és egy másik játékban biztos működik is, viszont a Marine Sharpshooter 3-ban ez mindössze dekoráció. Ami fixen megy, az a pozíció tartása, sokszor ezt társunk külön parancs nélkül is megteszi, ilyenkor az ő bőrében is rohanhattam végig a pálya másik felére. A mennyi ide parancs néha jól jöhet, ugyanis társunk ezúttal teljesen hallatatlan, szóval beküldhetjük az ellenfelek közé, ő vakon be fog rohanni és túl is éli minden esetben. A konkrét köves parancs helyett van ez a Rally on Me, amivel néha követni fog a társunk, néha meg nem, lásd, tartsd a pozíciót, parancsot. Ez a csendben vagy agresszíven támadj gomb esélytelen, hiszen még a sima támadj parancsra sem reagál Harry, csak üvöltözzük, hogy fire, fire, fire. Nem tudom, hogy ez egy kooperatív módhoz lett kitalálva, megmondom őszintén nem néztem meg, hogy van-e ilyen benne, és most már nem fogom csak ezért még egyszer felrakni. Van még amúgy füst és normál gránátunk is, ami egyébként működik, de nem egy nagy élmény használni egyiket sem. Van még nálunk Claymore rakna, amit egyszer nem használtam, illetve a spotternél van egy távcső. El nem tudom képzelni, milyen célból rakták be ezt, mondom, lehet valami immerzív, kooperatív élményt akartak elérni ezzel. Nem ezzel a játékkal fogtok kooperatív módba játszani, ez biztos. Az F3-mal válthatunk ugye karaktert, ez néha jól jött, amikor például beltéren kellett harcolni, de aranyos, hogy kiírják külön, hogy hasalás közben nem lehet karaktert váltani, biztosan szétbagolt minden alkalommal tesztelés során, úgyhogy inkább hagyták a francba az egészet. Na meg lehet ugye járműveket vezetni, pontosabban mindig azt az egyet, amit a játék enged. Nagyon ocsmány, hogy nem forog még a kormány sem, és komolyan mondom, mintha egy Falcoveres játékot látnék. Autóval nagyon virgonckodni nem érdemes amúgy, mert pár lövéstől felrobban, és hát sokszor tereptárgyakat sem szereti, vagy például itt éppen betonhátú Ahmedet sem. De mint kiderült, Ahmed szemből nem sérthetetlen, úgyhogy... Enemy spotted. Ezúttal több szerencsénk volt, mint az Astoriánál. Az egyik sarkon sikerült jeleket fogni. Valahol itt lesz a szopóroller. A harmadik pályára bebizonyosodott, hogy a Barretten kívül semmelyik más puskát nem érdemes használni, ez persze relatíve kevés lőszerünk lesz mindig, de itt van egy fegyverkereskedő, akit azonosítanunk kell, de ki lehet ez? Ez maga Ice Cube hidrogén szőke hajjal. Itt aztán megint vezethetünk, na mi a helyzet? Ne! Nézzetek meg, társunk ott áll, mint fasz a lakodalomban, most vele is rohanjak el ide a francokat. De persze aztán pont itt kellett beltéren harcolni, meg is öltek, köszönöm szépen a rohadt mindenit már. Médium fokozaton egyébként elég pár találat belénk és kakuk van, más kérdés, hogy távolról marha szarul céloznak az ellenfelek. Itt a sorozatra jellemző medikites megoldás a multi, itt már a Call of Duty-s regenerálódós troll HP rendszer van már, viszont bejöttek mellé a checkpointok, szóval nem menthetünk akárhol. De a játékmenet sava borsa ténylegesen annyi, hogy lehasalsz, lelősz mindenkit, aki látótávolságban van és mész tovább. Micsoda? Ez Kessler? A második részben megszökött, idézem, német származású Kessler, ez igen emberek. Erre nem számítottam, egy igazi callback a Marine Sharpshooterben, hát az agyam eldobom komolyan. A negyedik pályán kis terepgyakorlattársunk ugrál a bokáig érő szöges drót felett. Ez azért érdekes, mert korábban ez végzetes akadálynak bizonyult számára. Hú, katona... Katona, mit csinálsz? Na de itt egy ellenfél a szobában, még egy próbát adok a gránátoknak. Na úgy hallom, sikerült, igen, ez nem a riporter fickó. Lol, és itt van a bomba, hát a legjobb helyre dobtam a gránátot. A következő pályán adtam egy esélyt új fegyvereknek, nos, ez a Bolt Action Sniper puska a játék leghitványabb fegyvere, ezt kimerem jelenteni, borzalmas, lassú, totál pontatlan, a spotternek meg gránátvetős M4-est választottam, itt ez hatékony ugyan, de a sima gránáthoz hasonlóan nincs túl sok helyzet, ahol tényleg ki lehetne használni. Az ellenfelek egyébként meglepően agresszívek tudnak lenni, ezt nézzétek meg. Meg pár újabb ellenfél, totál ugyanúgy néz ki, mint mi.
Oké. A barátom úgy legalább tényleg használható, sokszor triviálissá téve egyes helyszíneket. Itt újra próbálva amúgy ügyesebb voltam a Jeep-el, habár egy szimpla hídra feljutás a Total Car szélére rakta, aztán kiderült, hogy teljesen rossz helyre jöttem, nem is itt van, amit keresünk, szóval irány vissza, de a hídon nem lehet visszamenni, úgyhogy Istenem, megint marad az a rohadt futkározás. Na mindegy, majd az ő autójukat jól elveszem. Ezután amúgy a második Jeep, ami előbb elgázolt, fel sem tűnik soha, de rohanhattam megint vagy nettó 5 percet a pályán, amin látszik, hogy kifejezetten autós résznek tervezték. Na és akkor jönnek az éjszakai küldetések, az 1001 éjszaka meséi emberek, az oké, hogy a Közel-Keleten vagyunk, de azért nem ekkorának látjuk a holdat. Az éjjellátó relatíve használható, legalább segítségével igazi synthwave hangulatot is varázsolhatunk. De ez a pálya ennyi is kb. Mész Jarhead-féle csőben előre és lelősz mindenkit, na de a vége, ez beszarás. Le kell lőjük Ice Cube Kesslert, és hát ő menekülés helyett így joyride-ozgat a hajóval. Nem könnyű eltalálni, de legalább van egy kis kihívás benne. Nagyon nem sikerült, aztán kiderült, hogy nem is ő volt a cél, hanem ez az egy szál katona itt a végén. Mi járt a fejetekben, amikor ezt így kitaláltátok? A 8-as pálya egy városban játszódik, amit megmondom őszintén helyenként egész stílusosra sikerült, például ez az épület nagyon fasz, így a fényekkel, mindennel. Az egésznek van egy ilyen bizarr bája itt, mintha meselővészféle városban járnánk ismét, annak ellenére, hogy ismét egy lineáris pályáról van szó, itt haltam meg a legtöbbször. Volt ez a rész, ahol egyszerűen annyira sokan jönnek, hogy újra meghaltam, és marha unalmas volt megint az utolsó checkpointon mindig visszarohanni. De végül megérte a szenvedés, mert nem, te hogy érte meg a szenvedés. Mindegy, a kikötőben a hajón végezhetünk Kesslerrel, hogyha épp nem dobják a fejünkre az utánpótlást. Persze a fő ellenfélharcnál is elmarad a katarzis, itt ennyi az egész. Azért egy olyan főgonosz esetében, akit két sajnos igen hosszú játék során üldözünk, ennél egy picivel látványosabb befejezést vártam volna el, vagy legalább 2-3 sor extra dialógus, hogy jól, most megdög lesz köcsög, nem, te dög lesz meg, bum-bum. Ilyen nincs, csak ezt a szénné füvezett hangú Redneck amcsi parancsnokot lehet hallgatni. De ez persze még nem a játék vége, az utolsó előtti pályán konkrétan egy idegen bolygón vagyunk, vagy ez, vagy Jarhead-ék hold fetisizmusa elhatalmasodott az elméjükön. Ez egy hosszú és szintén nagyon unalmas pálya, úgyhogy ugorjunk is tovább a fináléra, amit már mind ismertek. Szintén egy nagyon elnyújtott, kihívástalan pálya, bizarr ötletekkel. A legvégéhez még annyit tudok hozzátenni, hogy nálam úgy alakult, hogy már csak pisztolylőszerem maradt, és igen, így is teljesíthető a küldetés, de a végén még a katonai uniformisos Sodi figyelmeztet, hogy az irániak bizony befejezték az atomrakétájukat, és ha nem hinnénk el neki, akkor még outroként láthatjuk is az említett rakétát. Nos, meglátjuk, hogy ez hova vezet tovább, mindenesetre a Marine Sharpshooter 3 a sorozat eddig leghitványabb része szerintem, nem mintha az első két résznél túlságosan megerőltették volna magukat a fejlesztők, de itt látszik, hogy negyed annyi kreativitást és törődést nem öltek bele, mint korábban. Félreértés ne essék, van a játékban egy rakás, a sorozatban eddig nem látott ötlet és feature, de ezeket már mindegy évvel korábban a DMZ North Koreához készítették, de amúgy is a Marine Sharpshooter 3 érzésre is olyan, mintha a DMZ-t játszana az ember, csak FPS nézetben. Csak az a gond, hogy a DMZ ennél jóval élvezhetőbb egyébként. Itt még a zene is elég béna lett, az egész túl steril, műanyag és nagyon-nagyon sarkos, darabos, és itt nem csak az élsimítás hiányára gondolok. Szóval full kuka a játék, de aki nosztalgiázni szeretne egy kicsit, annak mondom, hogy a Marine Sharpshooter 3 Inify-ban a full screen viewport alatt lehet beállítani a HD felbontást, szerencsére ide FPS korlát nem szükséges, azzal vagy anélkül is ugyanolyan kaka a játék. Na de a történet nem ér még véget, ugyanis készült a Marine Sharpshooterből negyedik rész is 2008-ban, viszont ez egy picit kakukk tojás, ugyanis azt írja a Biblia, hogy ezt már teljes mértékben a Groove Games rakta össze. Természetesen a Jarhead-ék által megalkotott igencsak ingatag vagy épp posványos alapokra építkezve.
Ha Marine Sharpshooter 3 nagyjából egy FPS nézetű DMZ North Koreára hasonlított, akkor itt ezt még jobban nyomatékosították. A negyedik Marine Sharpshooter konkrétan Észak-Koreában játszódik, az utolsó előtti pálya pedig egy demilitarizált zóna. Maga a játék ránézésre ugyanaz, mint a harmadik rész, és ez nem csak ránézésre igaz, ugyanaz a két játék, csak persze más pályákkal, de ha lehet az előző résznél mélyebbre süllyedni, akkor itt sikerült, kb. Egy úgymond kiherélt Marine Sharpshooter 3-at kapunk. Nem lehet például többé karaktert váltani, sőt társunkat semmilyen módon nem tudjuk irányítani, még terelgetni sem, ugyanis parancsokat sem adhatunk neki. Viszont a sorozat történetében először végre választhatunk magunknak a sniper puska mellé automata fegyvereket is, ez az, ezt is megértük. A géppuska külön élménye amúgy, de erről mindjárt mesélek. A játékból az átvezető jeleneteket is kisporolták, ugyanis a pályák előtt csak egy képet kapunk, illetve leírás az objektívákról. Valamilyen okfolytán van egy ilyen üzenet log is, ahol olvashatjuk, illetve hallatjuk a leírt párbeszédet. Nem tudom, mit hittek, hogy ezt valaki is végig fogja hallgatni. A grafika brutálisan ocsmány persze, és a táj összességében, hogyha lehet, még inger szegényebb, mint korábban, de ez a legkisebb gondunk itt. A térkép és a multi és lőszerti már nem dobhatunk le magunknak, cserébe a fejlesztők megalkották nekünk a játéktörténelem legnagyobb lőszeres ládáit, hogy még a hülye is észrevegye őket. Medikiteket továbbra is raktározhatunk, de megkíméltek minket attól, hogy mi használjuk fel őket, nem, sérülés esetén automatikusan felhasználja őket hősünk. A pozíciónk váltását is elcseszték, korábban volt külön gomb a guggolásnak és hasalásnak, itt most ezek között egyetlen egy gombbal válogathatunk sorban, hogy erre miért volt szükség, azt nem tudom felfogni. Hogy a pályán milyen céljaink vannak, az igazából totál mindegy, nagyon-nagyon budget módon lettek megoldva az objektívek. Az első pályán például a rakéta irányító csípjét kell kicseréljük, emlékeztetővel ez az a rakéta, amit az előző rész végén már kilőttek, no comment, de semmi animáció nincs, ha a közelébe érsz, hopp, már ki is cseréltük. Vagy például dokumentumokat kell megszerezni egy épületből, a közelébe érsz, hopp, megvannak. Igazi hitvány spórolós megoldások ezek. A fegyverek is ellettek cseszerintve rendesen, a barrettet nerfelték, elég gyakran ebből sem elég egy találat már az egyébként totál ugyanúgy kinéző katonákra, és igen, ők voltak az előző részben is, igen, végig. Ezen felül a játék összes fegyvere, beleértve a pisztolyokat és a géppuskákat is 100%-os pontossággal lőnek, nulla szóródás, nulla visszarugás. Gondolom ezért vették el a fejlesztők az előző részben bevezetett Iron Sight-os célzás lehetőségét, ezzel totálisan feleslegessé téve a különböző szkópokat a géppuskákon, ja és a fegyverek újratöltését is elég könnyen lehet bugoltatni. A pályák előtt továbbra is választhatunk loadoutot, az alapajánlat az M14-es és a Glock, ezt jegyezzétek meg, ugyanis, és ilyet esküszöbb beszarok, de nem láttam még más játéknál, szóval akármit is választasz ki, ha egy pályát újraindítasz, vagy elvileg miután új pályát tölt be a játék, ha a játékot megállítod az escape-pel, azaz megnyitod a menüt, visszalépéskor megkapod az előbb látott két fegyvert. Az esetleges géppuskádat lecseréli a Glockra, viszont az M14-et a meglévő sniper mellé adja, tehát két mesterlövész puskád lesz. Beszarás, ez hogy nem derült ki tesztelés során? Na de a legjobbat a végére hagytam. Ugye mindannyian imádtuk a harmadik rész rezgő gumispagetti hulláit, nos jelentem nem csak, hogy visszatértek, de ezúttal lassítva is megcsodálhatjuk őket, ugyanis a fejlesztők belerakták a bullet time-ot a játékba. Hát ez valami gyönyörű, emberek, ez csodálatos, jó nézni. Ez volt szerintem az a pont, ahol valahogy öntudatra ébredt a sorozat. A fejlesztők úgy lehettek vele, hogy igen, nevettetek a béna ragdoll fizikán? Na nesze nektek akkor, nézzétek belassítva őket. És így lett bugból konkrét feature. A legnagyobb poén viszont akkor jön, amikor mindenféle FPS korlát nélkül játszol. برقص لعوض من الشن
راح غطس كتاب جنبي اسم الأب والابن وعمدت كتاب الجن برقص لعوض من الشن وعمدت كتاب الجن برقص لعوض من الشن راح غطس كتاب جنبي اسم الأب والابن Ez kész. Hihet. Ezt így mesélnéd valakivel, nem látja, nem hiszi el. Az ellenfelek alapból is egyébként hajlamosak random a föld alá zuhanni, de ez valami brutálisan jó, és ezért, és csak ezért éri meg kipróbálni a Marine Sharpshooter 4-et. Persze árnyoldala is van a dolognak, FPS korlát nélkül nagyon darabos, vagy éppen hiperérzékeny lesz a célzás, főleg bullet time-ban. A haba tortán pedig az, ahogy a Groove Games-ék megpróbáltak bullet cam-et programozni. Ez akkor jön elő, hogyha a bullet time mérő már majdnem kifogyott, ekkor végigkövethetjük a töltény útját, ugyebár teljesen mindegy, hogy talál-e vagy mellé megy, mi nézhetjük, feltéve, ha nyomva tartjuk az E gombot, amit eleinte reflexből felengedtem. A kegyetlen ragdoll álmokfutás leszámítva egyébként a játék továbbra is arcpirítóan unalmas. Az ellenséges intelligencia a béka segge alatt van, rosszabb, mint korábban bármikor, ha el tudjátok képzelni. A legidegesítőbbek ezek az őrtornyos figurák, na ők hajlamosak legugolni, mármint úgy permanensen, és ilyenkor nem tudjuk őket lelőni, ők viszont a falon és a padlón át minket igen. Ezt leszámítva a játék normál fokozaton is gyerekjáték, dögivel van lőszer és medik itt a pályákon, ennek ellenére nem ajánlom azt, hogy végigrohanjatok a pályákon, ugyanis ilyenkor előfordul az, hogy egy helyre túl hamar, túl sok ellenfelet dob be a játék, és ilyenkor illedelmesen ki is fagy mindig. A sztori szerintem ugye a néhai Kessler miliciája ellen küzdünk és a már látott atombomba után kutatunk, 10 pálya van összesen és őszintén szólva annyira unalmas és fantáziátlan mindegyik, hogy felesleges mindegyikről beszélni. Az outro tekintetében viszont az eddig látottaknál is mélyebbre süllyedünk, csak egy papírt kapunk, amit felolvasnak nekünk. Ennyi. Ezekhez képest a korábbi részekben legalább volt egy rendes outro, átvezető mozi, hagyjuk is. Mit is lehet elmondani összegzésként a Marine Sharpshooter sorozatról? Hát nem egy siker sorozat, az tény, nagy rejtély, hogy miként élhetett meg ennyi részt. A legelső részem úgy korához képest annyira nem is volt vészes, de nagyon sarkos és randa volt. A második részben több potenciál volt, szebben nézett ki, de borzalmasan unalmas és vontatott lett. A harmadik rész abszolút káosz, egy ilyen félkész ocsmányságnak tűnik kihasználatlan ötletekkel, míg a negyedik részt egyedül és minimálisan a szerintem szándékosan komikus gameplay ment meg, de ezt is meg lehet unni igazából 10 perc alatt, szóval totál felesleges volt negyedik részt csinálni. Őszintén egyiket sem játszanám szívesen újra, az tény, viszont a második részre emlékszem vissza, mint nagyon idézőjelbe tett legjobb részre, ugyanis a katonai szimulációt tekintve van benne egyfajta atmoszféra, és egy picit mozgalmasabb pályákkal, illetve változatosabb játékmenettel egy egészen tűrhető kis budget shooter lett volna belőle, de mint láttuk, nem így lett. Én ismét Lali voltam, köszönöm a megtisztelő figyelmet, nagy lelki támogatást, legyetek jók, szevasztok!